Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit innen az E3-ról. Kicsit kijöttem a show floorról, mert elképesztő nagy volt a zaj, és itt talán jobban fogjátok hallani, amit mondani szeretnék. Most végeztem a Destiny 2 prezentáción, ahol egy kompetitív multiplayer meccset tudtunk lenyomni. Csapat alapú volt ugye ez a játékmód, ahol a lényege az volt, hogy ha valaki meghalt, akkor az kiesett a játékból, és az a csapat vesztett, akinek először hullott el az összes játékosát. Ez sajnos mi voltunk, de mindez ne akadályozzon meg senkit abban, hogy tegyen egy próbát, ugyanis a Destiny még mindig az egyik legjobb, ha nem a legjobb gunplayer rendelkező multiplayer játék. Annak ellenére, hogy a képi világ most már picit fakónak tűnt, főleg így a tegnapi Sony standon tett látogatást követően, de a játékélmény az most is fantasztikus volt. Beszéltem a fejlesztőkkel, a single playerről nem sok mindent árulnak el, de azt ígérik, hogy nagyon jó lesz, nyilván mi mást ígérnének. De ugye a raidekről és a sztrájkokról sok mindent mondtak el. Azt mondták, hogy azért hallgattak a játékosok szavára, és tanulva az eddigi hibákból továbbfejlesztik a gameplayt, a loot rendszert és mindent, úgyhogy szeptemberben kiderül, hogy a Bungie most végre meg tudja valósítani azt az elképzelését, amit már a Destiny-vel szeretett volna anno. Jön a második rész, én nagyon várom, remélem ti is, és megyek tovább a Call of Duty-ra, találkozunk legközelebb, sziasztok!